Négy embercsempészt és több mint 500 migránst fogtak el a rend őrei a Tolna megyei utakon az elmúlt másfél hétben. Komlósiné Kis Anetta, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, most már nem csak a főbb útvonalakon próbálnak nyugatra jutni a menekültek. Nagydorog belterületén és Tolna Mözsnél az 51-12-es úton is fogtak már el migránsokat az egyenruhások. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságán négy esetben indult büntető eljárás embercsempész és büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Kollégáim valamennyi embercsempészt őrizetbe vették, őket később a bíróság letartóztatta. Az illegális migránsokat pedig, mivel személyazonosságukat és magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően igazolni nem tudták, visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Ezek a felvételek Magyarország déli határánál készültek. A hírek szerint egyre több migráns próbál meg átjutni a magyar védelmi vonalon, és egyre agresszívebbek is. Orbán Viktor miniszterelnök Facebookon közzétett videójában elmondta, a szerb oldalon már halálos áldozattal járó fegyveres összecsapások is voltak. Ezt látva újabb határvédelmi intézkedést indított a kormány. Határvadász egységeket állítunk fel, amelyek az önök biztonságát őrzik majd, együttműködve a rendőrséggel. Első lépésben 2200 határvadászt képezünk ki, és állítunk szolgálatba. Számukat később 4000-re növeljük majd. Az erről szóló rendeletet a mai napon aláírtam. A határvadász egységek toborzása augusztus 1-én kezdődik, ide a 18 és 55 év közötti jó fizikai állóképességgel rendelkező emberek jelentkezhetnek.